csavartam fejét, ezért a többiek nem álltak vele szóba. Mesevilág varázslat, ahogy a gyerekek látják, és ahogyan azt ők tolmácsolják. Székesfehérváron a meseíró versenyeknek nagy hagyománya van, ahogy azt az alábbi képsorokon önök is láthatják, nagy érdeklődés kísérte például a Tolpihe meseíró versenyt is. A szervező Gárdonyi Géza Művelődési Ház hasonló nagy sikerrel rendezi meg évről évre a Tündérszó nemzetközi meseíró pályázatot is. Azt szeretnénk elérni, hogy hát természetesen a világon bárhol, de elsősorban itt a Kárpát-medencében az anyanyelv megőrzésének, megtartásának ez is legyen egy útja, lehetősége, hogy azok a gyerekek, akik magyarul beszélnek valahol a határainkon túl, ők ne csak az iskolában foglalkozhassanak az anyanyelvükkel, hanem próbálnak meg alkotó munkát is csinálni. És hogy a gyerekek miért is vesznek részt szívesen egy ilyen megmérettetésen? Nos, erről meséljen Magony Gellért, a 2011-es Tolpihe verseny díjazottja. Ez a mese korábban íródott, természetesen szüleim és tanáraim is biztatására. Még harmadik osztály is voltam, amikor ezt írtam. Az osztályban az volt a feladat, hogy lehet mesét írni és a többieknek felolvasni. És arra írtam, és akkor ezt be is adtam. A Tündérszó című pályázatra 8 és 15 éves gyerekek jelentkezhetnek magyar nyelven írott mesékkel itthonról és külföldről egyaránt. Az alkotásokat április 15-ig lehet postai úton vagy e-mailben beküldeni. A díjátadót májusban rendezik meg Székesfehérváron.